A levegőből ellenőrzik a földeket a megyei kormányhivatal szakemberei. Parlagfűvel fertőzött területeket keresnek. A nyári betakarítás után a tarlókon az allergén növény nagymértékű, gyors fejlődése észlelhető. De a táblaszéleken, az önkormányzati utakon és az átkertekben is nő még a parlagfű. A gyomírtás minden esetben a gazda feladata, azonban a kaszálás gyakran elmarad. A légifelderítés az elmúlt évek tapasztalata alapján a leghatékonyabb módszer a parlagfűvel fertőzött területek felderítésére, ezért kerül sor a mai, illetve a holnapi napon egy légifelderítésre. Ez azért nagyon fontos, mert mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a parlagfű pollenje az igen erős allergizáló hatású, és annak érdekében, hogy a törvényben, jogszabályokban lefektetett kötelezettségeiknek a földtulajdonosok eleget tegyenek, illetve ez ellenőrzésre kerüljön, és adott esetben akár szankcióra is sor kerülhessen. Ezen a térképen a légijármű repülési útvonala látható. A két nap alatt a megye teljes területét ellenőrzik a szakemberek. A kollégák természetesen már repülés közben az adatokat jegyzik, és ez alapján vissza tudjuk ellenőrizni, illetve meg tudjuk állapítani azoknak a földrészleteknek a helyrajzi számát, a földhivatali adatok alapján, az ingatlan nyilvántartási adatok alapján pedig a tulajdonos vagy a használó kilétét, ahol fertőzöttséget tapasztalunk. A gazda, ha észleli az ellenőrzést végző helikoptert, már hiába kezd a parlagfű kaszálásába. Amennyiben addig elmulasztotta a gyomírtást, a hatóságnak el kell indítania az eljárást, és a fertőzött terület nagyságától függően 15 000-től 5 millió forintig terjedő bírságot kell kiszabnia.